Kis a Föld Podcast! És a Föld Podcast! Hírek helyben azonnal! Köszöntjük a hallgatókat, Simó Roberta vagyok, ezúttal pedig a vendégem Gonder Flóra, illetve Gecsei Ádám, akikkel már azért jó, jó ideje ismerjük egymást, hiszen a Kisalföldnek egykori újságíró, illetve szerkesztői voltak. Üdvözöllek titeket! Kicsit meséljetek arról így a beszélgetésünk kezdetén, hogy újságírói munkátokból hogyan lett végül ez az egész egy könyvírás, ugye a mesé, illetve azért receptes könyvek, illetve egyéb érdekességeket is írtatok már kiskorunktól fogva foglalkoztatott minket a, a, mese, a történetek. Azt tudom, de majd Flóra úgy is elmondja, hogy ő kiskorától kezdve írt meséket, és nagyon jó kis történeteket. Engem is mindig érdekeltek. Illetve, ahogy te is említetted, újságíró munkánk során nagyon sok érdekes emberrel, érdekes történettel, érdekes eseménnyel találkoztunk. És úgy gondoltuk, hogy szeretnénk itt helyben csinálni valamit. És ezt sokszor kérdezik, hogy de hogy jött a mesekönyv, melyik találta ki. És erre igazándiból nem tudunk választani Adni. Ez, ez egyszer csak így mentünk egy hosszabb útra Ausztriába, és autóval utaztunk, és akkor így a Flórával elterveztük. Hát akkor gondoljuk ki, hogy miként működhetne ez a mesekönyv dolog, és akkor a Flóra elővette egy kis füzetet, és elkezdtük felírni az ötleteinket, hogy ezt miként kellene megvalósítani. Flóra, neked mennyire más mondjuk az újságírói munkától eltérően egy egy mesekönyv, vagy akár egy, egy másfajta könyvnek a megírása? Egyrészt ez sokkal nehezebb, mivel ugye több kreativitást igényel. Ugyanakkor ez a szívemhez közelebb is áll, ugyanis hát itt kibontakozhat az ember. Tehát az újságírásnál azért objektívnek kell lenni, illetve emberekkel kell kapcsolatot tartani, ami számomra egy nehézség. Itt viszont ugye kiélhetjük magunkat, és arról írhatunk, ami érdekel bennünket, amit szeretünk, és a másik pedig az, hogy gyerekeknek írhatjuk, akiknek olyan világokat mutathatunk be, a, amelyeket ők is felfedezhetnek a mesekönyvek által. Te is azért édesanyja vagy, és gondolom emiatt is áll hozzád közel az, hogy mondjuk a meseik világába elkalauzolt a gyermekeket. Mi volt mondjuk az első közös munkátok? Emlékeztek erre? Mi volt az első könyv, ami megszületett? Ugye itt most elég sok sorakozik nálunk az asztalon. Az acceizogni felfedezi a sziget közt első része, de ez egy hosszú folyamat volt, ez nagyjából három évet ölelt fel az első kötetnek a megalkotása. Itt ugye ki kellett találnunk az egész koncepciót, amit utána a sorozat későbbi részeinél már könnyű volt alkalmazni. Itt viszont ugye a felépítése uh, volt az, ami sok, idő, sok ideig tartott. Például ugye egy meséstérkép van mindig a kötetek elején, illetve egy zseblexikon van hátul a kötet végén. Ezt, ezt ugye kialakítottuk, szerettük volna a gyerekeket tanítani is a mesék által, tehát ez a zseblexikon is azért lett a mesekönyvekben hogy itt egy kicsit az ismereteiket bővíthessük. Ez olyan, mint hogy accának a kis mesés füzete lenne, amit ő jegyzetelt. És itt ugye, amik nem ad, a mesék nem adtak teret, nem hagytak teret arra, hogy kibontsuk, mondjuk ne legyünk túl didaktikusak, azokat ide raktuk bele, azokat az infokat. Illetve, hogyha szeretnének elmenni kirándulni, ezeket ö, felfedezhetik ugyanúgy ezeket a látványosságokat, érdekességeket. Hogy az elsőben például állatok és növények kaptak helyet, amelyek a sziget közben és a mesék oldalain is felfedezhetőek. Illetve azt még fontos hozzátenni, hogy az első kötetet azt három év alatt alkottuk meg, ahogy Flóra is mondja. Ez egyrészt azért volt ilyen hosszú idő, mert nagyon sok buktatóba ütköztünk, amit próbáltunk átidalni, és szerencsére úgy tűnik, hogy sikerült is. Egyrészt az illusztrátor kérdése volt nagyon mérvadó és nagyon fontos, mert a mesékben most mondjuk ki azért a gyerekek a képeket nézik, a szülő pedig olvassa nekik. Szerencsére sikerült többszöri nekifutásra megtalálnunk Szercabó Dorottyát, aki készítette és még mindig készíti accát és zoknit. Ő rajzolja őket. Illetve a kiadási folyamat volt még egy nagyon nehézkes dolog. Egyrészt volt arról szó, hogy valaki kiadja a könyvünket, aztán ez sajnos meghiúsult, akkor kellett B-opciót keresni, és így nagy-nagy nehézségek árára jutottunk el odáig, hogy akkor belemerünk vágni, és kiadjuk az első könyvünket. Egyrészt az építkezésre szánt pénzünkből ö, vettük ki az erre szükséges összeget, illetve azt sem feledhetjük el, hogy akkor ö, ütött be a COVID, amikor mi kijöttünk az első mesekönyvvel. Többen mondták nekünk, hogy ö, hát ilyenkor biztos, hogy nem fogunk mesekönyvet eladni, mert az emberek ö, gyakorlatilag meghúzzák a nadrágszíjat, és a legfontosabb dolgokra fognak költeni. Szerencsére sikerült az előkommunikációt is úgy felépítenünk, hogy nagyon sok előrendelés érkezett hozzánk, megrendelés, és akkor már kicsit hátradőlhettünk, viszont elkövettünk egy hibát a Flórával, egy nagyon nagy hibát akkor, hogy az előrendeléseknél úgy vettük fel magát az előrendelést, hogy aki Moson-Magyaróvári vagy környéki, annak kivisszük a mesekönyvet. Hát több napon keresztül reggeltől estig két autóval vittük a mesekönyveket, illetve esténként pedig a csomagokat készítettük össze, és azokat megvittük a futárszolgálatnak, hogy vigyék fel. Ezt azért is mondtam el, mert a második kötet az viszont viszonylag hamar készült el, az még ugyanezen évben őszre jöttünk ki vele. Ez, ez is egy szigetközi mesekönyv ugyanúgy Atca és zokni, ez egy őszi téli kötet, itt mártonnappal indulunk, és egészen szentestéig karácsonyig jutunk el. Bemutattuk a szigetköznek az első kötetben a tavaszias, nyárias, őszies valóját, szép, zöld, minden, míg az őszi-téri kötetben egy más arcát próbáltuk megmutatni a tájnak, más hagyományokat, más értékeket, és ugye így szépen folytatódik minden sorozat. A harmadik kötetnél szintúgy visszatértünk a nyári, tavaszi, őszi szigetközbe, illetve még ugye itt van az adventi kalendáriumunk Acca Zokni, ami pedig úgy épül fel, hogy minden napra egy történet, egy képe, 1-én indul a történet, folyam, és december 24-ig jutunk el, és itt is próbáltunk helyi érdekességeket belevinni, de csak azt is próbáltuk úgymond profán módon elképzelni, hogy egy kisgyerek miként várhatja a karácsony, és miként készül fel rá, mind testileg, mind lelkileg. Ugye itt azért nagyon nagy sikeretek lett, amik nem is gondolhatok volna szerintem az első könyv megírása után. Tényleg konkrét sorozat van már mindenki, egy csomó helyen sorban áll utánatok. Milyen visszajelzéseket kaptok a családosoktól, a gyerkőcöktől, hogy miért különleges, miért egyedi mondjuk számukra ez a mesekönyv, hiszen kalandozásra hívjátok őket, nem csak egy simán esti meséhez. Pontosan ettől szerintem ez a kirándulás az, ami egy plusz plusz töltetet ad a kötetnek, hogy ezeket a helyszíneket felfedezhetik, illetve eh, ahogyha elmennek mondjuk a Hédervári kastélyhoz, vagy a Dunakéti duzzasztóhoz, akkor a valóság és a fikció keveredik, hiszen olvastak egy mesét, amiben beleképzelhetik, tehát, hogy ők is beleképzelhetik magukat acca helyébe, és eh, ez szerintem egy eh, ilyen jó kis játék, ami a gyerekeknek nagyon nagy élményt adhat, illetve eh, szerintem a zseblexikon is megint csak olyan amit nagyon szeretnek meg a, a térkép a böngészésnek ez a kis ö, érdekessége úgyhogy szerintem az egyik az az a barangolás a másik pedig az hogy ö, Acának azért szerintem elég sok olyan tulajdonsága van, amelyik, ö, amelyek más gyerekekre is igazak, és így tényleg Acát is ö, szerethetik, illetve hát a másik az okni, aki a nagy kedvenc, ö, mindenkinek, mindenki szeretett volna szerintem egy ilyen kis kutyát gyerekkorában, akivel ö, tud ilyen különböző kalandokba keveredni, bár egyébként Aca azért egy jó kis gyerek szerintem, tehát maga, tehát hogy... Ö, kalamarkákba keveredik, de azért mindig próbál a jó úton haladni. Ugye itt valós helyszínek vannak. Mik voltak mondjuk számotokra a kedvenc helyszínek, amiket mindenképp bele akartatok tenni a sziget közből? Aztán egy kicsit utána térjünk rá arra is, hogy mondjuk a karakterek közt van -e esetleg valós személy. Nagyon nehéz volt egy szubjektív válogatást készíteni a sziget közből, akárhogyan nézzük most három plusz egy kötet, plusz ugye a mókafüzet, amiben szintúgy benne van ez a térkép, amit Flóra is említett. Mert hát mindegyikünknek vannak kedvenceik, és az első kötetben is már próbáltuk úgy, hogy alsó és felső sziget közből is legyen, azért legalább egy-egy helyszín, és akkor a többit meg úgymond uh, nem is hát, feltölteni, de ott is olyan helyi értékeket bemutatni, ami mindenki számára fontos. Mert hogyha uh, például csak arra gondolunk, hogy az árpátfa, evidens, hogy itt ismeri mindenki, azt hittük. Aztán kiderült, hogy nem annyira evidens, hogy mindenki ismeri. szint ugye a krumplibogárszoborral történt ugyanez, hogy számunkra egyértelmű volt, hogy van itt egy krumplibogárszobor, tudjuk, hogy hol van, miért van itt. És a családok közül voltak olyanok, akik meglepődtek. És mondjuk nagyon sok olyan képet szoktunk kapni Facebookon, hogy küldenek képet, hogy kint vannak a krumplibogárszobornál, és mondjuk nem is az a legjobb az egészben, hogy kimennek, hanem hogy biciklivel teszik meg ezt a távot, vagy Győrből, vagy Mosonmagyaróváról, van egy nagyon jó bicikliút, bárhonnan ki lehet menni, és ingyenes programokat próbálunk meg a családoknak kínálni. Szerintem ez is nagyon fontos itt helyben, mert persze tudtunk volna olyan mesekönyvet is írni, hogy mondjuk ide menjen, oda menjen, és akkor mondjuk egy kötet elolvasása után a család félmillió forintot költ el, míg itt mondjuk egy kis leleményességgel egy nagyon jó low budget programot összetud hozni a család van -e esetleg olyan karaktere, aki mondjuk hozzátok köthető, vagy acca mindenki egy ilyen kitalált figurati álomvilágotokból? meséltek erről egy kicsit. Acca és a kitalált személyek, bár egyébként én szeretném, hogyha majd a kutyusunkat egyszer zogninak hívnák, de vannak Létező személyek is, akik inspiráltak bennünket. Mindegyik kötetben találni ilyen szereplőket. Van olyan szereplő, aki csak magáról tudja, hogy ő benne van, például két kisgyerek szereplő, Barnabás és Máté személye, ők két kis olvasónk, akiket szerettünk volna megjeleníteni, vagy például ott van Gábor bácsi, aki a kemping vezetője Ásványráron, vagy apukám Zoli bácsi is benne van, Horgász, Alice Hercegnő volt a legelső, akit ugye az első kötetben megírtunk, ő a kislányunk, aki akkor született, nem, so vagy nem sokkal előtte született, Úgyhogy így tehát vannak igazi szereplők, is, akik léteznek, de nem szeretnénk ezt így nagyon erőltetni, tehát mindig olyanokat választunk, akik valamiért megérintenek bennünket, vagy érdekesek lehetnek. Még Csillag Jóska bácsi, akit Flóra kifelejtett, őt ugye Moson Magyaróváron senkinek sem kell bemutatni, ő úszó mester volt, úszóedző, egy egész korosztály tanult nála úszni, és fafaragó. Például a Moson Magyaróváron a Magyar utcai templom melletti Betlehemet, amit kitesznek mindig, azt a Jóska bácsi faragta, és ő is több könyvünkben megtalálható. És nagyon érdekes, hogy például az Agrárminiszter úr, a térség országgyűlési képviselője egyik könyvmutatónkon mondta, hogy a Csillag Józsi bácsit nagyon sok helytörténeti könyvbe belerakják, ami rendben van és nagyon jó, viszont így, hogy egy mesekönyvben szerepel a Jóska ez egyszerűen örök életvé teszi, mert a gyerekek megismerkednek vele, hogy milyen jókat faragott, illetve ezáltal a szüleik meg nála tanultak valószínűleg úszni, hogyha moston magyaróváriak, várjak, úgyhogy ők is fel tudnak egy-két kedves emléket idézni vele kapcsolatban egyébként ezeket a kis apró történeteket, kalandokat, amit a zokni végig jár, ezt a helyszínekhez építettétek fel, vagy ezekhez a karakterekhez, miből indultatok ki? Ez mindig változó. A Kitaláljuk mondjuk azt, hogy a krumpli szobor legyen benne, mert az érdekes, és akkor ahhoz találunk ki egy olyan történetet, ami passzol hozzá. Vagy például ott volt a téli kötet, ami azért kicsit korlátozottabb, hiszen a sziget közben kevesebb olyan látványosság van, amit télen is fel lehet keresni. De például ott meg Ádám egyszer valamilyen interjút készített Kisbodakon, és jött haza, hogy Úristen, micsoda kemencék vannak Kisbodakon, és mondtam, hogy hát akkor az a karácsonyi rész legyen, mert hogy én azt így már egyből láttam, látom magam hogy az angyalok sütik azokban a kemencékben a karácsonyi süteményeket. Tehát ez így mindig ahogyan éppen adja az élet. Ugye most már elég sok kötete van a és Zokninak, de várható-e újabb gondolom, mert tűkönülnek itt a gyerkőcök, illetve a családosok, hogy hova lehet le legközelebb ellátogatni majd a sziget közbe általatok? Egyrészt mindig, amikor átveszik a könyvet, akkor azt kérdezik, hogy mikor jön a következő, tehát nem az, hogy mi van ebben a kötetben, hanem hogy mikor jön a következő. Hát az, hogy mikor jön a következő, még pontosan nem tudjuk rá a választ, viszont azt már tudjuk, hogy egy zseblexikont szeretnénk, egy nosztalgikus jellegű zseblexikont, mint a régi búvár zsebkönyvek, egy ismeretterjesztő jellegű könyvet, de mégis ugyanilyen mesés formában, mint ahogyan uh, a Cézogni történetei meg vannak írva, és ugyanúgy a sziget köz lesz a téma, hiszen itt uh, egy nagyon értékes élővilág, állat- és növényvilág található, amit szerintem érdemes a gyerekeknek megismerniük. De szeretnénk a sorozatnak ö, folytatást is, majd több kötetet. Viszont az, hogy hova utazik a cza, azt még nem tudjuk, ugyanis a második kötetben is úgy voltunk vele, hogy, vagyis hát. Nem áruljuk el. A második kötettel is úgy voltunk, hogy az már tuti, hogy nem szigetközben fog játszódni, de hát aztán rájöttünk, hogy annyi érdekesség, látványosság van itt a környékünkön is, hogy még maradjunk egy kicsit a szigetközben, és akkor majd lépjünk máshova is, meglátjuk, hogy hol fogunk utazni a következő kötetben. Én azért remélem, hogy a sziget közben maradunk, próbálunk öna önazonosak maradni, és tényleg nagyon sok érték van, ahogy a Flóra is mondja. És eh, ahogy mondta az első kötetnél, azt hittük, hogy a második, hogyha a sziget közben játszódna, az emberek besokalnának, és már nem kérnének belőle, és, és nem vásárolnának belőle. És pont az ellenkezőjét látjuk, hogy, hogy mindenki szereti, hogy itt vagyunk a sziget közben, és van egy lokális mesekönyv, ahol el tudnak menni, vagy mondjuk lehet, hogy valaki Szegedről rendelt tőlünk mesekönyvet, de a, a déd nagymamája itt lakott a sziget közben, és nagyon kedves emlékek fűzik ide, jutott már Könyvünk Amerikába, Ausztráliára, Ausztráliába, Új-Zélandra, pont elvándorolt emberekhez, akik szerettek volna mondjuk egy kis hazai dolgot elvinni magukkal és a gyereküket is kicsit így nevelni. Ez szuper, és hát azért áruljuk el azt, hogy nem csak ez az egyetlen mesekötet, ami a szigetről közről íródott általatok, hanem ugye hát vannak azért itt ilyen ízes, finom, gasztronómiai, főként inkább felnőtteknek, vagy gasztrokedvelőknek szóló kötetetek is. Ez az egész kötet hogyan alakult, kik gyűjtötték, hogyan gyűjtötték ezeket a recepteket, is végül hogyan kötöttétek, alkottátok meg ezt egy könyvbe? Itt a kötet szerkesztői ötletgazdája, André Péterrel vagyunk. Flóra is becsinált csatlakozott a munkába, oroszlán részt vállalva és nagyon sokat írt, illetve alkotott a könyvben ötletet. A könyv két részből tevődik össze. Ízek, kincsek, ez már beszédes. Itt próbáltunk egyrészt egy olyan szubjektív válogatást a sziget közből egy könyvbe sűríteni, ami nagyon nehéz volt kizárójában, ami tényleg érték, és mindenki számára érdekes lehet, akár mondjuk a viziturizmussal kapcsolatos egy-egy fával, helyszínnel, illetve a kötetnek a másik része az pedig echte szigetközi recepteket takar, ami, ami nem hozzánk tartozik, hanem békesi Békési Bezseli aki a kisalföldnek is nagyon sok receptkönyvet készített annó. Ő már több mint 180 receptet gyűjtött a Sziget közből, Ildikó, és tőle vásároltunk meg 21 darab receptet. Sokan kérdezik, miért pont 21-et? Azért, mert 20 szerettünk volna, de aztán Ildikó mondta, hogy amúgy még ott az óvári sertésborda, amit, ami nem annyira autentikus, meg azért nem olyan sok minden tudni róla, viszont mondjuk az óvári lett mindenhol leszik. Attól függetlenül, hogy nem sokan rakják össze fejbe, hogy most a magyar óvári, óvári sertésborda, de attól függetlenül leszik. És így jött létre ez a könyv, amiben tényleg így az, az is az a hogy képes és gasztronómiai utikalauz az Ezersziget országából. Kuriózum is még van benne abban, hogy a Timafi Laci bácsinak a két lányával, vagyis három lányával terveztem interjúzni, de egyikük betegség miatt nem tudott eljönni, így kettejükkel a Timafi találkozón beszélgettem édesapjuk szellemi hagyatékáról, és hát nagyon jó volt így az, azt a azt a pozitív hozzáállást, illetve azokat a kincseket, amiket a Tima gyűjtött, azokat a lányaink keresztül egy kicsit közelebbről megismerni az édesapjukat, és ez az interjú is olvasható még a kötetbe. Kicsit kilógóan, de úgy gondoltuk, hogy ez fontos lenne belerakni, mert mégiscsak gyakorlatilag a szigetköz doktora, a szigetköz örökségének, az őrzőjének benne kell lennie egy, egy szigetközi könyvben. Ugye itt annyira szigetközi kötődésetek van, hogy azért áruljátok el, aki mondjuk tényleg mondjuk személyesen nem ismertiteket, hogy hogy miért van ez a nagy vonzódás a szigetközhöz. Itt nőttünk fel, és itt is dolgoztunk. Tehát a gyerekkorunkat is meghatározta a családunkkal kirándulni jártunk, horgászni, én horgászni, Ádám hát kevésbé, illetve... Tehát maga ez a természetjárás is közel áll hozzánk, meg hát ugye újságírói munkánk során mind a ketten dolgoztunk Moson-Magyaróvár térségében, és uh, akkor meg aztán így felnőtt fejjel fedeztük fel újra a sziget közt, aminek a, ke a kettőnek a keveredése gyakorlatilag a mesekönyv világa, tehát ugye uh, például a, a Hédervári kastélyt azt én gyerekként is láttam, de akkor nem olyan szemmel láttam, mint amikor felnőttként írtam róla cikkeket, vagy uh, ott volt a Dunakiliti dúzzasztó, az is egy ilyen uh, eset például. Hétvégén voltam egy konferenciással, Flóra épp akkor a Dunaszegi Gulya volt, és árult a, a, a könyveinket, Mink, és meghívtak minket előadni a kiadom a könyvemet 2023 konferenciára a Lurdi házba, ahova én mentem el, és ott is próbáltuk így összefoglalni ezt az Acca és Zokni sztorit, illetve, hogy hogy mitől lett idézőjelbe ilyen sikeres. És ott próbáltuk megfogalmazni a Flórával, próbáltunk az embereknek, úgymond ilyen támpontokat adni, ugye itt kezdőírók voltak, vagy szárnyukat bontogató írók, akik szeretnének könyvkiadással foglalkozni, kicsit jobban belásni munkat, és próbáltuk nekik összefoglalni, hogy mitől lehet talán sikeres egy könyv, a saját példáinkon keresztül, ami nem azt mondjuk, hogy jó, de nekünk bevált, ezt a receptet próbáltuk velük megosztani. És emlékszem, az első uh, tíz pont volt a, a, ezek a fontosabb tanácsok, a sztorikon kívül, és az első az volt, hogy uh, keres valami olyan világot, amiben Rajtat kívül más is otthon érzi magát. És akkor én emellé azt mondtam nekik ott, hogy csak képzeljük el, hogy valami csodálatosan kék, csodálatosan zöld, tele van madárral, tele van állattal, nyugalom árad belőle, mindenki jól érzi magát, kajakkal, kenúval az emberek. Hát ennél jobbat hogy tudnánk elképzelni? És hogyha ránézünk ezekre a mesekönyvekre, szerencsére Dorottya is az illusztrátorunk átérezte mindezt. Kis érdekesség az első kötetben, az első kötetet azt úgy rajzol meg, hogy egészen addig, ameddig be nem mutattuk a könyvet, nem járt a sziget közben, Flóra mindig ment, és fotózta neki a helyszíneket, hogy figyelj, most akkor ezt így kell csinálni, ezt így kell csinálni, ezt így, és miután megjelent a mesekönyv, lehívtuk magunkhoz a Dorottyát, és elvittük azokra a helyekre, amiket egyszer már megrajzolt, is, és, nagyon tetszett neki, hogy úristen, így képekből is látszott, de ez, 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 ez egyszerűen varázslatos. Visszakanyarodva egy kicsit itt az ízekincsek kötethez, illetve a gyerekkorotokhoz, hogy vannak benne olyan receptek, ami, ami is mondjuk a, a, gyerekkorotok ízei, vagy volt -e esetleg olyan, ami nektek is újdonság volt, hogy egyáltalán ezt készítenek a sziget közben? Nagyon sok újdonság volt, őszinte leszek. Egyrészt az Ildikó úgy próbálta meg összeválogatni ezeket a recepteket, hogy az a mindenféle fajta ember, aki itt a sziget közben, mindenkinek megvolt a saját nemzetiségi étele, és mindegy Egyikből egy, egy, egy kicsit adott az ízekben ebbe. És például vannak a családfőzők, arról nyilván hallottunk, de így, így nem is gondoltuk, hogy ez, ez miként, miként készül. Nekem az egyik pozitív meglepetés az a báránygulyás volt, ami, aminek egy ilyen nagyon erőteljes illata van, viszont az íze nagyon finom volt. Úgyhogy, illetve a kisalfőnnek ugye egy munkatársa, a Luca, a Pomaranski Luca, ő fotózta a, az ételeket, és le is főztük mindegyiket, úgyhogy okay. ez is nagyon jó. Milyen volt. jó, hát ja, milyen jó mely hogy csinálni, még íz lehet itt is itt az ételeket. Igen, vittem is haza, és akkor kóstoltuk őket. <laughs> ugye szintén ez a receptkönyv egy kicsit ilyen barangolós. Miért lett végül ez is egy barangolós könyv? Mert számtalan olyan érdekes látványossága van a szigetköznek, amelyeket érdemes felfedezni felnőtt fejjel vagy családdal, és ezekről, tehát ha felmegyünk az internetre, és el akarunk menni valahova kirándulni, akkor nem találunk normális leírást sehol, szerintem. Legalábbis nálunk ez sokszor előfordult, hogy szerettünk volna valahova elmenni, kirándulni, volt egy szabad hétvégén, és egyszerűen be beírtunk valamit a netre, és nem dobott ki semmi értelmes dolgot, és itt is próbáltuk összefoglalni, hogy melyek azok a helyszínek, ahova él Érdemes ellátogatni, vagy tematikusan összeszedni például a szakrális helyeket, olyan ö, kápolnákat mondjuk a sziget közben, amelyeket érdemes ö, megnézni, vagy például ö, itt is helyet kapott a... a több fa, például az Árpád fa, a kontfa, mindegyiknek külön története van, tehát itt így tematikusan próbáltuk meg összerakni a, a fejezeteket, és hát Moson Magyaróvárnak néhány látványossága is helyet kapott, például a termálfürdő, vagy vagy Moson Magyaróvárt például fel lehet fedezni vízen, de ezt is kevesen ismerik, vagy ezt az útvonalat, tehát a lajtán végig lehet evezni az egész városon, és ö, hát így be lehet járni, mint egy vízi sétáló utcán a belváros, vagy ö, a külváros érdekességeit, látványosságait, úgyhogy itt ez volt a célunk, hogy kicsit itt is tágítsuk az emberek ismereteit, és ezek is itt vannak a környékünkön, tehát csak fogjuk magunkat, beülünk az autóba, és öt perc alatt ott vagyunk, vagy fél Alatt, és uh, mégis olyan élményeket gyűjthetünk, amelyek uh, utána meghatározóak lesznek számunkra. Ugye azért, ha mondjuk valaki szeretne egy ilyen gasztrokirándulást csinálni, vannak benne tippek, vagy helyszínek, vagy bármi más, hogy uh, mondjuk ezt az adott ételt hol tudnánk megkóstolni? Ha őszinték leszük magunkhoz, akkor azt mondjuk, hogy nincs. Ha valaki szigetközi halászlevet akarna enni, akkor mindenkinek rögtön az ásványráói titány jut eszébe, ami így van jól, mert ott csinálnak jó szigetközi halászlevet. Zárójelben mondom, én az apósomét szeretem, ő mindig nagyon jó szigetközi halászlevet csinál, és szerencsére van is rá lehetőségem, hogy nagyon sokat tegyek belőle. Sajnos nem látom én ezt, én ezt így, hogy hol van az mondjuk, ahol ekte szigetközi étereket tudnánk enni. Persze, mint nagyon sok étteremben lehet halászlevet, illetve egyéb olyan ételt tenni, ami mondjuk ebben a szakácskönyvben is megtalálható, hogy a sziget közöz, közhöz kapcsolódik, viszont így kimondottan nincs ilyen gasztró túraútvonal, vagy nem is tudom, minek nevezzem, sajnos. Vagy még, ki tudja. Lehet, hogy most akkor adtunk valakinek ötleteket, hogy nyisson valami jó kis szigetközi kajádát. Ez jó lenne. Ugye itt azért sorakozik egy aprócska könyv is, ami szintén szigetköznek egy kis csücske. Ez a Püski regény Ádám, amit nemrég mutattál be, így azért a közösségi médián is, hogy készült egy ilyen kötet. Mi volt ennek a megszületésének az apropója? A szerencse, azt mondanám. Szeretem a régi újságokat, ami egy ilyen jó kis régi módi szokás és amióta van az Arkanum digitális tudástár, azóta van lehetőség nagyon gyorsan, nagyon specifikusan keresni régi, régmúltal kapcsolatos cikkeket, vagy híradásokat, bármi egyebet, és ott találtam rá erre a kis Püskiregénye című írásra, aminek az a, az alcíme, hogy egy árva magyar falu küzdködése a cseh határ mentén, ez egy négyrészes Report volt, egy négyrészes négy riport sorozat, 50 ezer karakteres, ami 1934-ben a két világháború között ö, jelent meg a magyarság politikai napilapban. Már ez is ö, érdekesség szerintem, hogy egy országos hírű napilap tudósítóra lejött ide, és egy ilyen ö, két világháború közötti sziget közről specifikusan egy településről írt egy nagyon jó riportot. Ám a dolognak a legnagyobb érdekességét az adta, hogy aki jegyzi ezt a riport sorozatot Dallos Sándor. Dallos Sándor Pannonhalmán született. Illetve a legfontosabb, hogy ő írta az Aranyecset, meg a Napszerelmese című munkácsi, önéletrajzi regényét, amit szerintem nagyon sokan olvastak, mind akik szeretik a művészeteket, mind akik nem, mert a 20. század szerintem egy meghatározó regénye és sikerült megvásárolnom uh, Dalos Sándor jogutódjától ennek a kiadását, uh, és szerencsére uh, többen is mellé álltak uh, ennek a könyvnek, hogy ezt sikerüljön kiadni, így uh, viszonylag nagy példányszámban uh, sikerült uh, kinyomtatni, vagyis még a nyomdában van. Most uh, azért hoztam belőle, mert digitális nyomdával uh, több darabot nyomtattam, hogy ugye a említett um, konferencián be tudjuk ezt is mutatni. Úgyhogy ez egy kis szelete a, a szigetköznek egy nagyon jó helyzetképet mutat a régmúlt püskiről, a régmúlt szigetközről, annak minden nehézségével, illetve családi tragédiákkal, ami pont ezt az időszakot jellemezte. Te milyen részben dolgoztad ezt fel, vagy dolgoztad át akár, hogy ezt tényleg egy könyvformában, ez így most a kezünkbe vehessük? Igazándiból a szöveg az úgy jelent, ahogy az újságokban látható volt, így már rögtön a mai szemmel nézve van egy helyes sírási hiba a borítón, az, hogy küszködése az ével van írva ez szerepel az impresszumban, hogy szerettük volna azt, hogy ez csak úgy jelenjen meg, ahogy annó megjelent. Máró Krisztián szintú, úgy kisalföldes kollega, ő álmodta meg ennek az egész könyvnek a kinézetét, Johannes Gertrud, pedig korrektúrázta. Ez még így viccesen is hangzik, hogy korrektúrázta, ugye össze kellett néznie, mert akár akarva, akarva, akaratlanul, ahogy az ember fésülte össze a szöveget, azért volt, amit kiavított. Szerencsére Gerti ezeket át tudta hidalni. A fotók, amik láthatók a könyvben, azt a Szentendrei Szabadtéri Skanzentől kértem, és meg is kaptam. Ezek mind szigetközi fotók, házrészletek, tájrészletek, természeti képrészletek. Ezzel van egy kicsit színesítve az egész. Ez egy nagyon fekete-fehér, tényleg azért így átadtátok neki a, a hangulatát, ennek a kornak a hangulatát. Látom is, meg így érzem is rajtad, ahogy beszélsz róla, hogy neked azért ez egy nagyon egyedi és fontos kötet, amit így mondjuk a pályádon eddig készítettél. Miért ö, annyira kiemelkedő ez? Mert egy elfelejtett kincs. Gyakorlatilag egy olyan szerzőtől, Akitől két nagy művet szerintem nagyon sokan olvastak itt a térségben, és ugye az Aranyás és a Napszerelmesét. És hogyha megnézed, az eleve az ajánlás úgy van a, a, az, oldal, az első oldalakon a Napszerelmeseinek, hát ez nem véletlen. És hogyha már ez az író írt egy ilyen varázsatos uh, riportot itt a sziget közül, akkor úgy mondtam, hogy ennek könyvben a helye. És hát uh, nagy nehézségek árán, de sikerült elkészíteni többször, amikor Kicsit már majdnem feladtam, akkor Flóra mindig bíztatott, hogy sikerülni fog és, és meg fogom tudni csinálni. És sikerült, szerencsére. Vannak még, gondolom, azért a tarsójban ötletek, kreativitás. elárultok -e esetleg valamit, hogy milyen könyveken dolgoztok még, vagy, vagy mik a tervek a jövőben? Ugye említettem az Acca és Zogni sorozathoz kapcsolódó köteteket. Ezen kívül még a másik vonal, amin elkezdtünk alkotni, az a vállalatoknak készített, megrendelésre készített mesekönyvek. A, például a Stil Kft.-nek, a Targonca Gyártó Kft.-nek készítettünk egy olyan mesekönyvet, ami egy kis targonca mindennapjait meséli el, aki bekerül az iskolába, és itt megtanul rakodni, emelni, majd aztán annyira kiemelkedően jól végzi a dolgát, hogy aztán egy versenyre is elküldik, egy Targonca bajnokságra, ahol egy hűtőházban kell helytálnia, majd aztán következik egy karácsonyi fejezet, ahol pedig egy kisfiú álmát kell, a kisfiú karácsonyi álmát kell megmentenie, mert veszélybe kerül az, hogy karácsonyfa alá kerüljön valami, illetve több olyan mesekönyv is, mesekönyv, folyamatban van, megalkotása folyamatban van, amelyek, szintén cégeknek készülnek, ezeknek egy részéről nem tudunk most beszélni, vagy még nem beszéltünk. Az egyik az egy országosan ismert sütőipari cégnek készül éppen. Itt most a leadás végén vagyunk, vagyis hát a szöveg az már szinte kész van, most az illusztrálás történik. Hogyha most itt a, itt a beszélgetésünket azért elég sokan hallják, majd remélem, hogy ha valaki most azt mondja, hogy Úristen, nekem kell egy kötet, vagy ebből, vagy a másikból, hogy akkor hol találkozhatnak veletek, hol ö, vásárolhatják meg ezeket? Egyrészt van a webshopunk, ugye ott bármelyik könyvel érhető, és van személyes átvételre lehetőség Mosonmagyaróváron. Uh, ami természetesen ingyenes, vagy futárszolgálattal tudjuk uh, vállalni ennek a kiszállítását. Uh, illetve nagyon sok vásáron ott vagyunk a sziget közben, meg már kicsit próbálunk tovább terjeszkedni, hogy ami már így a sziget szélén kicsit odébb van, oda próbálunk menni, és, és mindig uh, kínálni a portékákat. És uh, nagyon, na, ez azért így, így, viccesen hangzik, viszont ez nagyon kemény meló, szóval uh, azért, amikor mínusz 10 fokban kint vannak ezek az árusok, meg mondjuk plusz 40 Azóta mi is másképp nézünk ezekre a kézműves vásárokra, ami, amióta mi is járunk esőben, szélben, jó fel kell öltözni, vagy nagyon sok naptejet kell magunkra kenni, mert a sátor alatt is képesek vagyunk leégni. Úgyhogy ilyen helyekre szoktunk járni. Hát ezek nagyon fontos dolgok, akkor is, hogyha indulunk a szigetközt felfedezni általatok, illetve a köteteitek által. Úgyhogy én szerintem veletek együtt mindenkit arra buzdítunk, hogy igenis fedezzük fel a szigetközt, akár gyerkőccel, acszával és zoknival, akár felnőttként a gasztronómia útján, illetve a különböző kincsek útján. Úgyhogy köszönöm, hogy eljöttetek hozzám. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük szépen a lehetőséget. Kis a Föld Podcast! Hírek helyben, azonnal!